A Nemzeti Vágta előfutamainak sorsolását ebben az évben is a Hadtörténeti Intézet és Múzeum márványtermében tartották. Arról, hogy a Nemzeti Vágta döntőjében mely települések versenyezhetnek, ezúttal is a regionális és határon túli elővágták döntöttek, de direkt nevezőket is fogadtak a szervezők. A 60-i vágtán Polyák Niké Szentes Barbara, szabadkártyával pedig Vaka István jutott tovább. 60-nak a 60-i vágta egy nagy siker volt, mondhatom, hogy a vidéki rendezvények közül az egyik vagy a legsikeresebb rendezvény volt. Visszatért 60-ban a lovasport, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, és azt kívánom, hogy a versenyzőink, a 60-i versenyző minél tovább jusson és eredményesen szerepeljen. Polyák Nikolett, a 60-i vágta győztesek karttal színeiben indul, őt a második előfutamban sorsolták ki. Niki azt mondja, kicsit csalódott, hiszen a Nemzeti Vágta tavalyi győztesével, Molnár Gyöngyivel került egy futamba. A Molnár Gyöngyi tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó lovas és nagyon jó a lova, és nagyon komolyan is készül fel rá. Hát ő erősnek tartom. Hát az Abát is végül is, meg talán Csemő is jó. A másik dolog, aminek nem örültem, mindezek ellenére, hogy kint a 6. helyről indulok, ami inkább az az aggasztó. Kerekharaszt lovasa Vaka István sincs könnyű helyzetben, erős mezőnyben kell helytállnia. Sáfrány László, a 60-i lovas egyesület elnöke szerint már az is nagy eredmény, hogy 360-hoz köthető lovas indul a vágtán. Megint nagy öröm számunkra, hogy az idén is 3 versenyző fog indulni. 60 város nevébe Szentes Barbara, ő nem az egyesület tagja még, de jelentkezni akar, és a másik egy induló, az mind a kettő az egyesület tagja. Ez alatt azt értem, hogy Polyák Niki évek óta, és Vaka, aki egyik legtöbbször vesz részt ezen a versenyen. Hát a sorsolásról annyit tudnék mondani, hogy Vaka hagyományosan mindig a egyik legnehezebb csoportba került, ez most is így van. Szentes Barbara a Nemzeti Vágtán új lóval, Csutkával indul. A 60 képviselő lovas azt mondja, sokat edzenek, hogy formában legyenek, bár a 10. előfutamban is erős a mezőny. Én úgy gondolom, hogy Lemhénytől kell tartanom. Ugye az előfutamba 2 ló jut tovább, úgyhogy hát bízunk a legjobbakban. Én úgy gondolom, hogy Lemhény az ellenfelünk. A Nemzeti Vágtát szeptember 18 és 20-a között rendezik meg a budapesti Hősök terén.